Tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mai sportműsorunkban a Bicske Vál U13-as bajnoki labdarúgó mérkőzés összefoglalóját tekinthetik meg. A két csapat a Fejér megyei U13 bajnokság B csoportjában szerepel. Fejér megyében 5 ilyen csoport van, és a két csapat tabellán elfoglalt helyezése a következő. A Bicskeiek második helyen állnak 22 ponttal, első helyen a Felcsút áll 27 ponttal, harmadik a Szár 19 ponttal, negyedik a Pátka 18 ponttal, ötödik az Etyek 15 ponttal, hatodik helyzet Pértesacsán 12 pontja van, és a mai ellenfelünknek a Vál 3 szerzett pontja van, és ezzel a hetedik helyen állnak a vendégek. Lovasbeli 8. 3 ponttal, szintén 9. a Mánynak is 3 pontja van. Gyorsan a két csapat összeállítása. A vendég együttes Váliak következő összetételben szerepeltek: Dönsödi Sebastian, a kapuban Bánszki Donát, Ihász Mercedes, Szendi Gergő, Pap Kristóf, Szendi Iván, Sinkó Donát, Molnár Bence, Körmendi János és Körtélyesi Imre a csapat edzőjek, Lein Károly. A Bicskei csapat következő összetételben szerepelt: Csempelve Tamás a kapuba, Budai Árpád, Huszárovics Márk, Parkó Péter, Jakab Dániel, Fekete Zsolt, Walter Péter, Milák Károly, Kovács Andor, Németh László, Nemes Dávid, Bognár Márk, Sikó Rihárd, Demeter Péter és Városi Donát, a csapat edzője Ágaston László tanár úr. Meglepetésre az első nagy helyzet a Váliak előtt adódott, de a lövés mellé szállt. Mint azt látjuk a képekből is, nyomasztó fölényben játszanak a Bicskei fiatalok, de egyelőre gól nincs, mert Dömsödi Sebastian nagyon jól védi a Váliak kapuját. Itt is egy nagy lövés, Fekete Zsolt lövését védi. Dömsödi fantasztikus bravúrral nyomja a kapu fölé a labdát. Itt is helyzet, helyzet után a Bicskeik előtt, de egyelőre gól nincs. Teljesen az első félidő 21. percéig nem esett gól, és ekkor Milák kapott nagyon jó labdát, keményen megharcol a lasztiért, és ballal kilövi a hosszú sarkot. Mindez a 21. percben a megyei góllövőlista vezető, aki jelenleg 27 góllal vezeti a góllövőlistát. Ő neki a góljával, tehát vezet a Bicskei csapat. 21. perc, és a következő jelenet a 23. percben. Budai Árpád jobbal kapura pörgeti a labdát, és ez meglepi Dömsödit, akinek a kezéből kipörög a labda, és bent van a második Bicskei gól. Egyébként a megyei gólövő listán Milák Károly mögött, második helyen Nagy Tamás, Felcsút játékosa 26 góllal áll, harmadik helyen Kok Attila, szintén a Felcsút ese játékosa 22 góllal, negyedik helyen Kocsis Bence 17 góllal, szintén a Felcsútiak kiválósága áll. A Bicskei utánpótlás 13 évesek csapata remekel idehaza, hiszen 5 meccsből 5 győzelem a mérleg az együttesnek, és ez 27 rugott és 3 kapott gólt jelent. 15 pontot szereztek a fiatalok, ez 100%-os teljesítmény. Idegenben egy kicsit rosszabb a mérleg, hiszen 5 mérkőzésből 3 győzelem, egy döntetlen, egy vereség a mérleg, 31-21-es a gólkülönbség, 10 szerzett ponttal állnak jelenleg a fiatalok. És első félidő ennyi volt, következik a második félidő összefoglalója. Addig elmondom, hogy együttesünk milyen eredményeket ért el az elmúlt időszakban. Mányon győztek a fiatalok 11-1-re, Bicske Pátka idehaza 4-0, Felcsúton sajnos beleszaladtak egy nagy zakóba, 15-0-ás vereségbe. Idehaza Vál ellen 8-2-re nyertek a 5. fordulóban, majd Vértesacsán vendégeskedtek és 7-2-re győztek. Idehaza Etyeket 2-1-re győzték le, Szár ellen 1-1-es döntetlent értek el. Idehaza Lovasberényt 7-0-ra verték meg, majd Mányon 12-2-es győzelmet arattak. Huszárovics Márk nehéz szögből, de betalál Dömsödi kapujába, és ezzel megvan a Bicskeiek harmadik találata. Mindez a 60. percben történt.
Walter Peti, majd Karkó lőkapura, és itt Kovács Andor lövését védi Dömsödi. Hihetetlen, mekkora küzdést mutatnak be ezek a fiatalok. Küzdeni tudásból jeles, sportszerűségből jeles, levizsgáznak a gyerekek, ezek a 10-12 évesek, hihetetlen nagy irámat diktálnak, minden áron gólt akarnak szerezni, ez érthető, és jön a beadás, itt a helyzet, elpattan, bizony Karkó Pétertől elpattant a labda, itt van Jakab Dani lő, és a védők felszabadítanak, újabb nagy lövés, amely kapufáról csattan vissza, illetve jön vissza, itt pedig már lesen tartózkodott Nemes Dávid. Utánpótlás csapataink a hétvégén nagyon jól szerepeltek, az U16 évesek Velencén 2-2-t játszottak, és a tabellán jelenleg 9. helyen áll a Bicskei csapat. 15 mérkőzés után 6 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség, 42-38-as gólkülönbséggel, 19 szerzett pont, ez 42%-os teljesítményt jelent. Az U19 évesek idehaza győzték le 3-1 arányban az Iváncsa gárdáját, és ezzel a győzelemmel jelenleg a 11. helyen állnak, 7 győzelem a mérleg, egy döntetlen, 12 vereség, 42-66-os a gólkülönbség, ez 36%-os teljesítmény egyelőre. A felnőtt csapatunk hétvégi győzelmével feljött az 5. helyre, hiszen az Iváncsát 2-0-ra győzte le, és jelenleg 5. helyen áll, 20 mérkőzés után 11 győzelem, 2 döntetlen, 7 vereség, 51-39-es gólkülönbség, ez 35% pont, 58%-os teljesítmény. Közben itt láthattuk a 4. bicskei gólt, Galster Péter remekül emelte be a hosszúba a labdát, és ezzel tehát megvan a 4. bicskei gól. Továbbra is a bicskeiek támadtak, helyzeteket dolgoztak ki, de egyelőre csak 4 gólt sikerült rúgniuk. Helyzet után egy újabb Galster lövés kapura, de ez a labda fölé száll. Végül is a bicskei U13 évesek csapata 6-0 arányban nyeri meg a mérkőzést, és ezzel a győzelemmel jó előjelekkel várják a 2 nap múlva sorra kerülő Felcsút elleni rangadót. Tehát együttesünk második helyen van, de most már 25 ponttal Felcsút mögött, akinek 30 pontja van a bicskei csapat. Mérlege közben Jakab Dani gólját láttuk, tehát mérlegünk 8 győzelem, 10 mérkőzés után 1 döntetlen és 1 vereség, 58-24-es a gólkülönbség, 25% pontunk van. A váliaknak a mérlege 10 mérkőzés után 1 győzelem, 9 vereség, 13-52-es a gólkülönbség, és ez bizony csak 3% pontot jelent. Itt pedig Milák Károly gólját látjuk, aki jó egyéni megoldással szerzi újabb gólját, hiszen ez már ezen a mérkőzésen második, és csapatunknak a 6. gólt. Ezzel tehát a bicskei U13-as csapat 6-0 arányban győzte le a váliakat itt Bicskén. Nagyon bízom abban, hogy kellemesen jó szórakoztak, a végeredménnyel búcsúzom, Bicske vál 6-0. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszont hallásra!